big boom. Szeretném venni és jól csináltok, akkor csekkoljátok le a gtő.com-ot a link a leírásban. Megonoszom, mennyire, miért támadtál meg? Nappal van, fúj, mennyire, rossz pók, jó. Oké, húristen, de utálom ezeket a pókokat, Jézusom. Nincs ilyen szebb dolog, de komolyan mondom sráckom, hogy a Minecraft-ban meg a való életben is, mint a pókok. Na jó van. Mindegy, szóval sziasztok srácok, Csáj, én Darab vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban! Csőeló mindenkinek! Nos, hogyha még nem tettetek volna meg, amúgy, hogy iratkoztatok fel, de dobjátok egy lájkot, meg minden, de ezt tudjátok jól! Szóval váljunk bele akkor a dolgokba, menjünk gyorsan, nem tudom, menjünk elsősorban haza. És nem tudom, azt gondolom, nagyon aludtam jól este, szóval lehet, hogy le kéne feküdnünk. Jó, mindegy, szerintem feküdjük le gyorsan, és menjünk egy jót aludni. És hát akkor srácok, jó éjszakát! De mi? Mi történik? Mi ez? Bum bum bum, hello, úristen. Hol vagyok? Hello, jó napot kívánok! Te ki vagy? Szia, én egy pók vagyok, mint látod. Értem, oké, szia, én Dani vagyok. Miért hoztál engem ide le? Vagy mi ez itt? Vagy mi uramatyám? Ez olyan pók... Uramatyám, te pók vagy, most veszem észre, fúj! Menj innen! Segítség! Ne! Menj innen! Ne! Hozzám ért, Jézusom! Ne! Menj itt hozzám ért! Jézusom, jó! Oké, lenyugodom, oké. Mit szeretnél tőlem? Ki vagy te? Én vagyok a pókok vezetője, meg ilyenek, és hát téged elraboltanak, ennyi a lényeg. Aha, jól van, oké, szóval elraboltok, és akartok tőlem valamit, jól van, oké. Nagyon szép a te bázisod, nagyon gyönyörű. Nagyon kedvesek azok a pókok is ott fent a sarokban, akik ott néznek és csak arra várnak, hogy megenjenek, megijenek. Hú, de jó. Hát, ja, elég ilyesek, szóval, hogyha nem is elgetsz, akkor meg fogja téged, nem én csak szólok. Jó van, oké. Oké, jól van, nem mehetnék el, léci? Nem, mi mehetnél el? Nagyszerű. Jól van, oké, de szép a trónot hallod, beülök ide, jó? Jó, nem ülök benne. Szóval, akkor pók király, vagy nem tudom, mi vagy te, ilyen pókügynök féle dolognak nézel ki. Mit szeretnél, miben tudok neked segíteni, és miért raboltál el? Szóval, annyi a lényeg, hogy pár dologra meg fogunk téged kérni, és meg kell csinálnod, hogy különben megeszünk. Szóval, meg kell neked szereznem dolgokat, vagy megölsz engem. Értem, nagyszerű. Jó van, ez egy elég érdekes ajánlatnak néz ki. Őszinte leszek, nem nagyon szeretnék ebbe így részt venni, nem lehet, hogy inkább kimegyek, azt így még kihagytok. Jó, az a helyzet, hogy nagyon félek a pókoktól, meg nem is annyira szeretlek titeket, meg ilyenek, de nem lehet egy kicsit pár lépés, csak tényleg egy 10 blokknyi lépést távolságot tartunk. Jó, léci, úgy nagyjából úgy oké. Oké, szóval, jó, figyelj! Szóval, hogyha nem szerzem meg neked ezt a főzett dolgot, akkor igazából megesztek, ha megszerzem, akkor elvileg életbe hagytok, igaz? Igen, pontosan így van. Jó, van, oké. Hol van ez a főzet, amit meg kell neked szereznem? Szóval ott van egy fenti professzornál, majd megtalálod, majd segítünk. Jó, oké, szóval fenn van egy professzornál, aki... Oké, jó, értem. Jó van, hát akkor megyek is. És mi, ahogy nem jövök esetleg vissza, és soha többet nem látjuk egymást, ha? Hát akkor követni fogok is, hogy eszünk. Oké, nem akarok fókkalja lenni. Jó van, itt kell felmennem, a vizen. Nagyon jó, oké. Hello! Jézusom, várjátok, jó, biztos van a vizé. Jó, az nem kell, fúj pókok. Hú, srácok, Jézusom! Konkrétan elraboltak engem a pókok és megfenyegettek, hogy szerezzem meg nekik ezt a főzetet, aki valami professzornál van, vagy mi van. És hogy nem szerezzem meg, akkor konkrétan megesztek engem. Hát ez valami csodálatos, jól van. Jól van. Meg kell keresni elsősorban, hogy hol van ez a professzor, vagy nem tudom. Lehet, hogy esetleg többet tud erről a pókos dolgos dolgokról. Nem ott lakik valami? Nem ott lakik. Valahol tudom, hogy lakik itt egy professzor a faluban. Biztos róla beszéltek szerintem. De nem tudom, az a gond, hogy van egy olyan érzés, hogy a professzor nem hiszem, hogy oda fogja nekem csak úgy adni azt a főzetet, amit a pókok akarnak, akkor gondolom, hogy odaadta volna a pókoknak is, vagy valami. Na mindegy, jó, gyerünk gyors, megkeressük azt a izét, professzort valahol, itt nem, létszén, a professzor ott van. Jó, oké, ott van a professzor, tényleg. Hú, na jó van.
Na jó van. Ó, közben rókák, sziasztok rókák. Ha, meg kell szerezni a főzetet, vagy különben pókernek leszünk. Nem akarok. A legrosszabb halál lehet, komolyan mondom, hogy egy pók eszik meg. Ha, professzor Falusi, jól van? Hú, van, mit vadunk a professzornak? Szia, hello, add ide a főzetet, vagy mi? Mondjam el neki az igazságot, tehát ez nem ugye a legjobb, hogy az igazsággal kezdenénk, vagy valami. Nem tudom, srácok, légy szíves, adjatok valami ötletet a kommentbe, könyörgöm, segítsetek nekem valahogy, mert egyszerűen ez nekem túl sok, nem tudom komolyan mondom feldolgozni. Professzor úr, jó napot, hello, jó napot, Dani vagyok, szia! Nos, hát az a helyzet, hogy igazából nincs esetleg valami olyasmi pók cuccos főzete, vagy valami, amit kaphatnék? De pont van itt valami benne. Talán nagyszerű, köszönöm, szóval az a helyzet, hogy kéne, van egy házi pókom, és tudja megfoghalni, és neki kéne ez a pókszérum. Ja. Ne nézzen el, hogy én nem veszem be ezt a dumát, ahol miért kell? Aha, értem, szóval magának 5000 IQ-ja van, és nézem hülyének, oké, jól van. Szóval akkor az a lényeg, hogy pókok vannak, akik elraboltak, és azt mondták, hogy ha nem szerezem meg ezt a pókfőzetet, akkor megesznek engem kajára, reggelire, vacsorára, ebédre, nem tudom, nem akarok meghalni, nem akarok pókkal lenni. Jó, oké, valahogy könyörgöm, tudod nekem segíteni, vagy bármi? Ha megfőzik a pókok izzából, már engem is voltak ezzel megfűzni, a lényeg, hogy el akarják foglalni a világot ezek a cuccokkal segítségével. Aha, értem, szóval ezek. Igen, ezek a cuccokkal fel tudnak jönni, mond a felszínre, és azt tudnak foglalni az egész világot, mert tudnának nappal is támadni meg ilyenek, szóval ja. Jó, akkor van bármilyen terv, hogy hogyan tudom esetleg őket megakadályozni, mert tényleg nem akarok pókkal jelenni, mert ezek biztos vagyok benne, hogyha elkölcök innen, akkor is meg tudnának engem enni, vagy nem tudom. Ja, adom nekik ezt a mérgezett pókszíromot, meg oda nekik ezt meghalnak, azt ennyi. Ó, tényleg? Jól van, oké, akkor én ezt odaviszem nekik, akkor gondolom, és akkor megpróbálom akkor átverni őket, csak remélem, hogy nem jönnek rá. Jó, pókszérum, aha, ez a mérgezős pókszérum. Jól van, oké, hát akkor köszönöm szépen, nincs professzor, nincs. És visszalátásra, hello. Sok sikert, okay. Jó, szóval srácok, annyi a lényeg, hogy el kell mennünk a pókoknak a bázisába vissza, és akkor olyan kell nekik adnom ezt a pókszérumot, amire azt mondják én, hogy ez az igazi pókszérum, de közben ez az igazi pókszérum, hanem mérges pókszérum, amit ha megesztek, akkor meghal. Vagyis megisznak. Oké. Jól van, hát nagyon remélem, hogy valahogy be fogják ezt venni. Nem fognak, nem tudom, nem fognak engem megenni elsősorban, nem akarok pókkal lenni még mindig. Szóval nagyon remélem, hogy tényleg beveszik, és sikerülni fog ez a kis ötlet, amit a professzorral kiterveltünk. És hát reménykedem a legjobbakban, hogy tényleg nem leszek pókkal, nem akarok pókkal lenni. Az biztos nagyon gáz lehet. Na jó, oké, gyorsan menjünk ide. És akkor megvárom, amíg a pókok leengednek, vagy valami ilyesmi. Ó, itt gondolom le kell ugrani. Oh, oké. Okay. Geronimo! Oké. Jó, megállok. Hello! Cső! Hello! Rég találkoztunk meg minden. Nos, az a helyzet, hogy megvan a pók szérum, azt hiszem. Adjad már! Jó, oké, okay, adom már, nyugi. Szóval, itt van a pókszérum, parancsolja, nyugodtan, igyad meg az összes pókkal, jó? Nyugodtan, nagyon finom lehet, ja? Oké, ott vannak fent, nem éhesek? Nem szomjasak? Ahogy látom, ők nagyon ott el vannak. Nyugodtan, kóstolja csak meg, nagyon finom, biztos ők benne nagyon ízleni fog. Pókszem. Kicsit ijesztő. Jó, nem, hol van? Gyerünk! Ott van! Gyerünk! Bam! Gyerünk! Gyerünk, ez az! Hú! Oké, meghalt! Jó, menekülünk innen! Gyors! Sziasztok, pókok! Nem történt semmi! Hello! Ők szerintem alszak! Jó, oké! Jó! Oké, jól van! Amúgy nem azért mondom, de nem akarok egy pók izé alatt, váltok? Mi van, hogyha... Mindegy, hogy a pók papánál még voltam, hogy egy pár fő szérum, lehet, hogy megisszák a többi pókok, nem tudom. Viszont srácok, innen elköltözök, nem akarok itt lenni ez a pók bunker alatt, vagy fölött, Jézusom! Na jó, srácok, remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor dobtok egy lájkra, szok fel meg minden, és akkor találkozunk a következő videóban. Én Dani voltam, és hát akkor, sziasztok!